Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vitális Csizmadia Viki vagyok, innen a Rendezvú Önmagaddal című oldalról. Nagyon szép estét kívánok, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek veletek, mert egy hosszú-hosszú nyár után és hosszú kihagyás után ismét élő riporttal érkezünk hozzátok. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha valaki jelentkezne így az elején, és írna nekünk, lájkolna, illetve megmutatná, hogy itt van, látom, már öten érkeztek, mert egy rendkívül izgalmas riporttal próbáltam az évadot kezdeni, ami számomra is, és remélem számotokra is nagyon izgalmas lesz. És egyrészt egy olyan téma, ami kicsit-kicsit visszanyúl az én tudósítói életemhez. Ugye amikor a tényeket tudósítottam, akkor sajnos nagyon sok rossz hírről tudósítottunk, a híradásokban erről volt szó leginkább. És a mai témánk is ehhez nyúl egy picit vissza, de nem a rossz hírét, vagy a rossz oldalát szeretném én ennek a történetnek kikerekíteni, hanem nagyon is az emberi oldalát, nagyon is azt, ami arról szól, hogy kiben mit okozott, kinek mit hozott ez a történet. És ugye, ahogy írtam is nektek, Irmáról, a hurikánról van szó. Sziasztok, üdvözöllek, látom, hogy egyre többen vagytok. Mert hogy Amerikában ugye pár hete ezzel van tele a sajtó, és mindenki erről beszélt, és hát valóban egy természeti katasztrófa. Ezt a szót azért nem szeretem, mert már maga előrevetíti a borzalmat és a rossz dolgokat, de hát a tény a tény, hogy egy hurikán hogyan alakul és mit tud okozni, ezt nagyon jól tudjuk, akár ugye 10 évvel ezelőtt a Katrina. És mentorom Csolya Bea, aki ott él Amerikában, már többször volt a vendége a műsornak, és én nagyon örülök mindig, amikor Beával tudok beszélgetni, az én felkérésemre ő igent mondott, és nagyon örülök neki, hogy tudunk beszélgetni, mert hogy ő valóban készült erre, hogy elmondja nektek, hogy ez a hurikán, ez az ő életében, az ő családja életében mit okozott. Ugye most már, hála Isten, múlt időben beszélhetünk a hurikánról, mert hogy már áthaladt, és már legyengült, és el is oszlott, de mindenki tudja, főleg akik Beát követik, Bea csoportjaiban, Bea szemináriumaiban, hogy ez mekkora nagy téma volt, idézőjelben téma, és hogy mennyire aggódtunk Beáért, illetve próbáltuk figyelni, hogy ő hogyan van, és hogyan alakul ez a helyzet. Úgyhogy ma este ő a vendégem, és nagyon remélem, hogy jól hallotok, már látom, hogy többen írtatok közben. Kérem, írjátok meg, hogy jó-e a hang, jó-e a kép, mert itt lesz velünk mindjárt Bea, és erről fogunk beszélgetni, ahogy a korábbiakban is, én ugye mindig félórás beszélgetéseket tervezek, hát általában ez hosszabbra sikerül, de szerintem ez nem is olyan nagy baj, mert hogy ahogy jön a téma, ahogy jön a lendület, úgy lendülünk bele mi is abba a témába, amit éppen aznap estére hozok nektek. Szia Éva, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok, és kérlek titeket, hogy osszátok is tovább, hogyha tudjátok, mert hogy egyre több emberhez el tud jutni élőben, és akár ők is élőben nézhetik, illetve élőben kérdezhetnek is Beától, mert hogy ő valóban ugye ott él Floridában, és nagyon-nagyon közelről élte meg ezt az egészet, és hála Isten, hogy jól van, de ezt mindjárt el fogja nekünk mondani. Úgyhogy már nem is beszélek olyan sokat. Szia Ági, sziasztok, nagyon jó a hang, köszönöm szépen, és már is érkezik Bea. Szia Bea! Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen, én is nagyon izgatott vagyok, hogy újra itt lehetek. És hála a technikának, ugye, hogy van áram, hogy van internet, tehát bár így rögtön a közepébe. Tényleg, mikor én felkértelek, akkor azt mondtam, hogy Istenem, én annyira szeretnék Beával beszélgetni, de hát ugye ez érthető, hogy egy hurikán után nem ez az első legfontosabb dolog, de mégis visszatért minden. Most hogy vagy? Kezdjük ezzel. Mint amikor kirántanak a tengelyedből, és ugye általában, amikor ér bennünket valami megrendítő dolog, vagy valami káosz, vagy trauma, ugye hipnoterápiában is beszélünk erről, hogy van ez amíg feldolgozol, és amíg helyre kerülnek a dolgok, úgy mentálisan, mint érzelmileg, és ebbe vagyok most benne, ebbe a stage-be, amikor próbálom helyre rakni a dolgokat, hogy mi is történt, hogy feladni az összes dolgot, amit terveztem az elmúlt 2 hétre,
és összerakni újra azt, ami szétesett, úgyhogy ebben az elég furcsa állapotból jövök most hozzád. Jól látni különben, hogy ennyire mosolyogsz. Én azért mosolygok ennyire, mert én újra nagyon izgatott vagyok, hogy egyrészt újra élőzhetek, és kezdődnek a műsorok, illetve hogy pont egy ilyen témával, ami azért nagyon szívhez szóló, mert ugye mi beszélgettünk előtte előinterjúban, hogy történhetett volna az is, hogy az egész házatokat elviszi a hurikán. Tehát azért ez egy olyan érzés, amit szerintem így innen ülve, Európából főleg nézve, hallgatva, ezt valami nagyon nehéz lehet elképzelni. Igen. Nálatok ez, de nyilván nagyon sok kérdésem lesz, úgyhogy próbáljunk ennek valami kis keretet adni, hogy a fizikai részét hogyan indítottátok, hogyan tudtátok meg, és hogy hogyan lehet erre maga az, hogy mi a hurikán, nyilván nem először van hurikán ebbe a térségbe, de hogy ez most nagyon nagy erősségűre lett diszponálva. Igen, tehát az egésznek az volt az előhangja, és az ágyazta meg ennek az egész őrületnek a terepet, hogy ugye két héttel előtte volt a houstoni hurikán. És ugye 10 éve nem volt Floridában, és mindenki le volt nyugodva, és mindenki elfelejtette már, hogy milyen őrület tud lenni. És ugye csak 2-3 hete most már láttuk azokat a képeket Houstonból, hogy emberek hetekig nem tudtak kijutni a házukból, és fönn voltak a tetőn, mert feljött a víz, és arra vártak, hogy vizet hozzanak nekik, és kimentsék őket, és nem volt étel, és elvitte őket az áradat. Tehát nagyon intenzívek voltak a képek, és az egész káosz a fejünkben. És ezt úgy képzeljem el, mint én itthon nézem a híradót. Igen. Ugye én több ezer kilométerre vagyok, te meg otthon nézve a híradóból? Igen, otthonról nézzük a híradóból, de például ugye a férjem repült Houstonon keresztül, tehát bennünket érintett valamiért, megváltoztak a tervek, de igazából más nem éreztünk belőle. És aztán a múlt kedden reggel jött a hír, én emlékszem, még írtam, mert nagyon, nagyon szoros határidőn vagyok, és egyébként is most általában nem szokott ennyire szoros lenni az időbeosztásom, és szoktam magamnak adni egy kis időt arra, hogy mikor akkor hatalmi valamit, és most nincs. Most nincs idő, mert fejezem be a könyvet, készülök Magyarországra, készülök a 3 napos live event, és most minden percembe volt töltve, Kaliforniába indultam. És kedden reggel férjem, én még írok, és a férjem mondja, hogy te mit csinálsz? És mondom, hogy hát fejezem be a 11. chaptert, vagy fejezetet. És azt mondja, nem hallottál a hurikánról? 5-ös erősségű, készülni kell, pakolni kell be a házat, lehet, hogy egy hét múlva házunk sem lesz. És tudod, hogy az első pillanatokban még nem is fogok be, hogy igazából de a hurikán Floridába élsz, volt már ilyen, és aztán utána elkezdődik, nem akarok most hogy az egész sztoriba belemenni, de elkezdődnek a tennivaló, és aztán ugye kapjuk a híreket, és egyre komolyabbá válik a dolog. És hol tudatosult igazán az a pont, hogy húha, tehát itt azért nagy baj lehet benned, hol értel ez? Először is kedden, tehát még 5 nappal a hurikán előtt vagyunk, és elmentünk megtankolni az autót, ugye, mert az az első víz, meg a benzin, a két legfontosabb dolog, meg hogy elkezd a házadat biztosítani. És elmentünk, és már ilyen, tehát eleve le voltak zárva a benzinkutak, vagy 30-40 percet kellett várni, és már az már olyan furcsa volt nekem. De én még mindig azt mondtam, hogy én megyek Kaliforniába, egy nagy lent volt, nagyon-nagyon-nagyon készülök. És ugye én igazából azt gondoltam, hogy jó, hát én megyek, aztán majd lesz, ami lesz. Elméletileg a férjem is ment volna dolgozni. Tehát úgy igazából nem gondoltam azt, hogy mi itt leszünk, vagy része leszünk ennek az egésznek. És akkor tudatosult bennem, akkor csapódott le bennem, ugye nem tudtam már elmenni Floridából. Orlando, Tampa, az összes repülőtér már nem volt már jegy, nem, le voltak már zárva. És béreltem egy autót, hogy akkor elvezetek Atlantába, mert én megyek, én ugyan nem maradok itt. És akkor majd megyek Atlantába, Kaliforniába. Elmentem, kibéreltem az autót szerdán este, és mire hazaértem és újra ellenőriztem a járatokat, minden járat be volt telve. Uh-huh. Úgyhogy esély se volt, akkora ugye már elkezdték Georgiát is kitelepíteni, úgyhogy
nem is lehetett már kijutni Floridából abban a pillanatban. Tehát az volt, az szerda este volt az, amikor az először is teljesen készen voltam, de akkor szembesültem azzal, hogy jó, ez most komolyabb dolog lesz, mint amire számítottam. Mutatunk egy képet, hogy én speciál nem igazán nagyjából tudom, hogy Florida ugye merre van, de hogy kérlek, magyarázd azért el, ugye ez konkrétan a hurikánról is szól, csak tényleg röviden, hogy te hol vagy most, illetve ezt hogy érintette a hurikán. Mert ugye az élőidben mi nagyon sokszor hallgattuk, de biztos van nézőink között olyan, aki ezt nem hallotta. Jó, tehát én itt vagyok az észak nyugati sarkában, ott, ahol ez a piros kanyarulat van, azzal a kis számmal, amit nem látok, szóval én ott vagyok fent, és ugye arról volt szó, a legelején az volt az előrejelzés, hogy a keleti parton, tehát ahol végig piros, ott fog felvonulni a hurikán, és mi úgy meg is nyugodtunk egy kicsit, hogy jó, oké. Nem azért, mintha azt gondolnám, hogy a keleti partot érje inkább, de hogy mi nem készülünk olyan intenzitással, hiszen tőlünk 3-4-500 mérföldre lesz, tehát bennünket annyira nem fog érinteni. De azzal együtt, hogy ugye a férjem pilóta, és ő nézi ezeket a speciális United meteorológiai csartokat, és ugye előre megvolt a terv, hogy ha ez történik, akkor ezt csináljuk, ha ez történik, akkor ezt csináljuk, figyeljük az erősséget, figyeljük, hogy hol lép be az államba, figyeljük azt, hogy hol van a közepe, az áj, a szem, mert ugye attól függ, hogy milyen erősségű a hurikán, hogy hol van a szem, hogy mennyire meleg a víz, amit érint, hogy mennyire sekély a víz, amit érint, és ugye azért vannak itt a mexikói öbölben ezek az óriási erősségű hurikánok, mert itt belép ebbe a sekély, meleg vízbe, és hogyha van ideje, hogy a szem körül megerősödjön a víz és a szél, akkor olyan rombolásokat csinál, mint a Harvey, vagy a Katrina New Orleansba, és akár ez is lehetett volna. Ahogy említetted nekem a mérföldeket, na most itt több száz mérföldről beszél a hurikán mérete is. Tehát az hát maga akkor egész Florida, ugye? 800 mérföld, igen. Tehát arról is azt is mondták, hogy bármennyire is a keleti parton megy, vagy a nyugati parton megy, nem vagy biztonságban, mert az egész államot be fogja teríteni. Hú. És nyilván megvannak a zónák, hogy hol a legveszélyesebb, tehát ahol a közepe, a szem van, az a legveszélyesebb. És ehhez képest ti milyen messze voltatok? Akkor nyilván... Egy az egybe fölöttünk ment el a szem. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha amit ígértek, hogy ez az 5-ös, 4-es kategóriájú hurikán lett volna, mint amiről szó volt az elején, nem lenne házunk, a folyóparton lakunk, erdőszerűségben lakunk, tehát a víz körülöttünk, a fák körülöttünk, feljön 18 mérföldre van az óceánpart, a Mexikói-öbölnek a partja, tehát ilyenkor feljön a víz, a folyókból összegyűlik a víz, tehát nem lett volna jó dolog. Az az egyetlen szerencsénk, hogy ugye, hogyha a szem, a közepe a száraz parton marad, mint ahogy elkezdett észak felé vonulni, akkor elkezd szétesni, mert nem tudja már táplálni, erősíteni magát a vízből. Uh-huh. Tehát ezt látjuk ott a fehérbe, ugye már, mikor megy tovább, a fehér már nem olyan erős. Uh-huh. Igen. Tehát nyilván én sem vagyok meteorológus, de így próbáltam, amit mondtál, azokat így elképzelni, meg nyilván utána néztem a neten, és azért is próbálok keresni, küldtél egy jó kis képet, ami ilyen műholdas kép volt. Igen, ahol belép van. Bele van. És mivel televíziós híradós voltam, nagyon jól tudom, hogy mi sok rémhírt is lehet föltenni, és mi sok képet, ami nyilván a szenzáció kedvéért van, de itt most nyilván az a cél csak, hogy be tudjuk lőni, tehát ezt küldted nekem, hogy azért ez tényleg ez igen, is... Igen, tehát itt lehet látni Floridának a körvonalait, a piros alatt, és utána, tehát itt ért el délen Floridát, és lehet látni, hogy milyen őrületes nagy a mérete. Tehát ez fantasztikus. Általában, tehát azok a hurikánok, amik a Afrikánál indulnak el, és ugye a Szahara sivatagi forró szelekkel kapcsolatban vannak, azok a nagyon, nagyon nagy erősségűek, és ez a hurikán, ez már a legelején 5-ös volt. És azért pánikolt mindenki, mert általában ugye
ahogy az egyenlítővel párhuzamosan halad, eltelik egy kis idő, amíg felerősödik. És ez már rögtön ötösnek indult. Azt mondták egyébként itt a hírekben, hogy ötösig vannak ugye kategorizálva a hurikánok, de ez hatos lenne, hogyha lenne ilyen kategória, csak nincs, mert már átlép abba az új sávba, hogy milyen erősségű a szele. Tehát azok a szigetek, amelyek ott ötös erősségűvel kapták el, óriási veszteségük volt. Az egyetlen szerencsénk, ami nekünk, azt mondhatom talán, hogy Kuba partjainál végig a parton sodródott, és ott a magas hegységek szétzilálták egy picit, le is ment hármas kategóriára, és utána, amit mondok, hogy belépett a mexikói öbölbe, és ott ugye újra a meleg víztől, a sekély víztől felerősítette magát négyesre, ahogy el is érte a Amerika partjait. Igen, igen. Amúgy nagyon érdekes, mert tehát maga a tragédiáján túl, mert ugye történtek tragédiák, családok maradtak fedél nélkül, de hogy ennek a természeti erőnek mekkora hatalma van, de most is kirázott a hideg, tehát ha ezt egy kicsit más szempontból nézzük, vagy akár spirituálisan is, akkor ez tényleg egy olyan erő, amivel szemben az ember, mint olyan, nem tud mit tenni. Ilyen értelemben mit mozgatott meg benned ez? Én világéletemben, tehát végig keresztül mentem 4-5 kisebb erősségű hurikánokon, mióta itt élek a 22 év alatt, és én mindig nagyon élveztem. Egyrészt azért, mert nagyon, tehát élvezetes számomra az, hogy megszűnik az a napi hajtás, és mindenki lelassul. A túlélés lesz egy pillanatra a fő cél, mindenki egy célért dolgozik, és van egy pillanat, amikor mindent megcsináltál, amit tehettél, és utána elcsendesül az egész környezet. És most meg aztán különösen 6 millió ember elment Floridából, és olyan érezhető volt, hogy valami jön, és érezhető volt az, hogy csend van, hogy nincs ember az államban. Nem tudom, hogy ezt más hogy élte meg, de én azt éreztem, hogy kevesebben vagyunk, és olyan harmónia van. És félelem nem volt benned? Itt ennél volt egy pár pillanat, amikor félelem volt, de ami a spirituális erőjéről, amit szerettem mondani, hogy eddig, amiket megéltem, mindig azt éltem meg, hogy ez az elképesztő ereje a természetnek, a szélnek, az, hogy tisztít, az, hogy érzed azt, hogy része vagy. Nem tudom, hogy része vagy a univerzumnak, de igazából tehetetlen vagy. Tehát nincs, meg sem fordul a fejedben, hogy te bármit is tudsz változtatni akkor, amikor benne vagy egy ilyen viharban. Csak csodálni tudod azt az erőt, amivel keresztül söpör az életedem. Hát igen. Én komolyan, tehát így Európából azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk mi ezt annyira felfogni. Lesz a magam nevében mondom, nyilván nagyon sokan más úgy gondolják, vagy akik már jártak ugye ott. És az, ami nagyon megmozgat engem, vagy ami nekem nagy kérdés, hogy mit hoz ki ez az emberekből. Tehát mondjuk belőled is nyilván, de amit láttál, hogy ugye bedeszkázott ablakok, majd közben mutatok képeket, amik beszélsz, tehát hogy az a pont elérkezik, felkészültünk, de utána mi jön? Ezt nem tudhatjuk feltétlenül, mert ha még valaki nem volt egy ilyenben, azt se tudja, hogy milyen ösztönösen mi jön ki belőle. Uh-huh. Nem? Igen. Hát, tehát egyrészt mindenféleképpen a félelem, a káosz, férjem, mint most beszélt a biztosítótársasággal, 2000 baleset volt az elmúlt egy hétben itt Floridában, az emberek türelmetlensége, a félelme, a pánikja, és ugye ami a boltokban történik, tehát ami a boltokban történik, az egyszerűen számomra felfoghatatlan volt, hogy mindent megvettek az emberek. Teljesen mindent. Tehát olyan pánik volt, hogy én szerintem olyan dolgokat eladtak a boltokban, ami 5 éve senki nem nyújt hozzá, mert sőt, meg kell, hogy mondjam, én a férjemmel, ahogy elmentünk a boltba, én próbálok egészséges maradni az utolsó pillanatig.
De Akkor nem vettél kólát. nem, kólát nem, de azért megvett az ember olyan dolgokat, hogy és mi van, ha három hétig nem lesz semmi étel, ugye a száraz ételek, vagy a crackers, vagy a mit tudom én mi, amit normális ésszel nem venne meg az ember, most azt mondta, hogy jó, oké, legyen valami itthon. Tehát A az másik dolog, autóban is, ugye azt be kellett, tehát, hogy autóba is étel, otthon is étel, most ha csak ennél maradunk, tehát hogy mindenben az útvonalak, amit említettél az elején, hogy ha ez történik, akkor ezt csináljuk, ha azt, akkor azt. Igen. Tehát volt egy a legrosszabb esetre való felkészülés, az akkor volt, amikor ugye ahogy lett is, hogy fölöttünk jön el, és hogyha kimegy a mexikói öböl felé a szem, és ott fel tud erősödni, és utána visszajön felénk, erre az esetre be volt készítve az autó a go bag-gel, a férjem, ez a kedvenc go bag, hogy pár napra ruha, a két bőrönd, ugye én próbáltam összerakni a két bőröndömet, amit hogyha az van, hogy visszajövök, és nincs ház, vagy nincs tető, vagy minden elveszett, vagy kiraboltak, akkor mi az a legfontosabb, amit mindenféleképpen akarok, hogy ott legyen a kocsiba a párruhám, a kedvenc könyveim, az angyalaim, az angyalkártyáim, a cipőim, szóval befért. Fantasztikus. Befért? Tehát, hogy valójában meg lett a két bőrönd? Hát persze, megvolt a két bőrönd. És akkor elő volt készítve oda a hűtőtáska, otthonra a hűtőtáska, ugye a kocsit azt el kellett, hogy vigyük itthonról, mert itt rengeteg fa van, hogy nehogy ráboruljon, úgyhogy motorral mentünk a kocsi meg a ház között, mert az autó biztonságban volt helyezve. És a másik meg az, hogy tehát olyan szomszédságban lakunk, hogyha itt egy pár fal ledől, akkor nem lehet kibejutni, és nem akartuk, hogy az megállítson bennünket, hogy nem lehet, hogy nem tudunk kibejutni. De szóval érdekes, hogy milyen dolgokra gondol az ember, de a hírekből is azért egyébként azt mondta a floridai kormányzó, igen, úgy mondanád, hogy a kezedre írt fel a személyszámodat, azért, hogy tudjanak beazonosítani. Azért ez kemény mondat. Igen, amikor ilyeneket, aztán azt mondták, hogy ugye kötelező elhagyás volt délen, kivesszen, azt mondták, hogyha nem jössz, akkor egyedül vagy, mert mi megyünk. Tehát mi, ne is hívd a mentőket, ne is hívd a tűzoltóságot, mert mi megyünk. Mi nem vagyunk olyan hülyék, hogy itt maradjunk. Ha te itt akarsz maradni, akkor egyedül maradtál. Ez volt az a pont, amit mondta, hogy ott érkezett a Key West-en, a burikán. Igen, ott érkezett be. Ott el is vonultak. Most, ahogy mentünk le, mert tegnap len voltunk délen, és 10-15-ösével mennek a mentőautók most már, de eddig nem voltak ott. Tehát megmondták, hogy ne is hívd a 911-et, nem megyünk ki. Uh-huh. És akkor onnan kitelepítették az embereket, és akkor... Igen. Söpörte, és gondolom mindenki hajlék nélkül maradt. Igen, de ez nálunk is itt volt, tehát például lezárják a hidakat, akár milyen kis folyón akarsz átmenni, akár milyen kicsi hídon, nem lehet. És azt megmondták, hogy ne is hívd az emergency autókat, mentő tűzoltót, mert addig a bizonyos pontig, amíg el nem halad a hurikán, addig nem jön ki senki. És az is egy érdekes dolog volt, hogy tényleg, hogy egyedül vagyok, mert hogy észre se veszük, hogy milyen biztonságérzést ad az, hogy jó, hát ha valami van, akkor hívom a mentőt. És amikor azt mondja, hogy nem jövünk, egyedül vagy, az egy nagyon, nagyon érdekes ilyen egyedül létérzés. Hát főleg akkor is, amikor olyan evidensnek veszünk, mint ilyen dolgokat is, hogy folyik a csapból a víz, hogy felkapcsolom a villanyt, van áram, hogy van ugye internet, minden mobilkütyű, mindenhol minden működik, és igen. Akkor zéro, ugye? Igen. Tehát igen, ezt úgy képzeljük el, hogy nektek ez napokig volt így? Igen, nagyon nagy. Sőt most éppen Bokaratonból még írt a barátom, ugye most pénteknél vagyunk, hogy még mindig nincs áram. Mi szerdán este kaptuk vissza, és akkora öröm volt. És amit mondasz, hogy a természetes dolog, ugye, hogy fölkapcsolom a villanyt, és megszárítom a hajam, és ugye be van az ablakok be vannak fázva, tehát sötétség.
De akkor ott bent vagytok a sötétbe, tehát ezt így kell elképzelni, vagy... Akkor igen, az volt az egyetlen szerencség, hogy nekünk vannak skylightok, és ugye az miatt volt egy kis fény, de egyébként teljes sötétség. Oh. Egyetlen ajtó nem volt befalazva, ami ilyen rendes ajtó, ami nincs üveg, és azon jártunk ki be, de minden más, és egyébként meg nekem meg olyan a házam, mint egy akvárium, tehát tiszta ablak az egész, úgyhogy minden be volt falazva. És amikor érkezett, ugye közben én egy másik, vagy az egyik kurzusodon részt veszek, ugye ott is jelentkeztél, tehát a hétfő hajnal, vagy hogy is vagyunk pontosan? Igen, hétfő hajnal volt nálunk, hogy akkor, ha fel tudod idézni, tehát konkrétan mi volt, mert ugye aludtatok, itt már délelőtt 10 óra körül volt, nem is tudom pontosan, hogy az milyen volt? Igen, tehát először is a vasárnap egész délután 3-ig elképesztő harmónia és csend. Tehát olyan, mint hogyha az állatokért, mert egyébként nagyon intenzív itt a madarak és az állatoknak az élete, minden el volt csendesedve. És olyan, tudod, amire mondják, hogy a vihar előtti csend, de olyan, nagyon, az is nagyon-nagyon spirituális élmény volt. És utána elkezdett esni az eső, és fújni a szél, és úgy elkezdett úgy eléggé intenzívé válni. És akkor elveszítettük, 11 óra körül elveszítettük az áramot, és utána el is aludtunk. Tehát pont jól jött ki, mert mi már elmentünk aludni, jó áram elment, és én arra ébredtem reggel 6 órakor, hogy de valami ilyen szenzációs harmónia, amit még soha nem éreztem. Tehát szinte tapintani lehetett azt a jó, azt a sejmes érzést. És felébresztettem a férjem, mondom, mi történik, mi van? Hát mondom, most tombolnia kellene a viharnak, meg a szélnek, meg az esőnek, meg mi van itt? És akkor mondja, hogy benne vagyunk az ájba, benne vagyunk a közepébe. És akkor kimentem, és hát ugye olyan haragos a vízszíne, meg minden, de egyébként béke, egy semmi állatot, semmit nem lehet se hallani, se látni, tehát teljes csend. És ugye, ahogy elhaladt az északi része este, és az éjszaka alatt, ami még erősebb volt, és a maga az áj után a déli része, az már szét volt töredezve. Tehát a nap maradandó részében már gyenge eső, egy-egy széllökés, de érezhető volt, hogy esik szét a vihar. De és ilyenkor meleg van? Tehát úgy képzeljük, mint egy fönt, vagy egy olyat, amiben... Nem, akkor reggelre kimondottan hűvös volt, tehát hozott valami hűvös levegőt. Igen, mert azt olvastam is, hogy talán 26 fokos víz, tehát hogy ez egy elég meleg tengerről beszélünk akkor, az, ahol, ahogy mondtad is, hogy ott erősödik jobban. Igen. Hogy még a mély tengeri víz is, nem tudom hány méter mélyen, 26 fok, hát mondom, azért az elég sok. Igen, de a szelet, tehát a légmozgások is olyan szinten kitakarította a levegőt, hogy azóta kristálytiszta az ég, ami úgy nem jellemző mostanában Floridában, de gyönyörűen ki van tisztítva a légtér most. És akkor nem csak a légtér, hanem spirituálisan a lelked is. Igen, tehát a lelked is. Amik zajlottak, hát erről, ahogy már mesélsz is, jó hallgatni. Igen, úgy kezdődött az egész, hogy... Mi ahol lakunk itt északnyugaton, itt vannak Floridában ezek a földből felbugyogó víz, hogy hívják ezt, tehát tiszta, iható víz jön fel. Forrá, igen, ezek a vízforrások. De úgy, hogy több millió galon víz feljön egy nap. És ugye ez nagyon értékes terület pontosan ezért, és rengeteg... Indián törzs élt errefelé, pontosan azért, mert itt volt a víz. És a mi házunk is ilyen nagyon-nagyon spirituális, érezhető, hogy fantasztikus erők vannak itt, és én vasárnap délelőtt végig sírtáltam, és kértem a spiritet, és kértem akit csak tudtam, ugye az angyalok, nyilván az angyalokkal mindig kommunikálok, de ezeket az indián erőket, spiriteket, hogy segítsenek megvédeni a házat, és minden, ami itt körbevesz bennünket. Úgyhogy nagyon érdekes kapcsolatokat teremtettem, úgy érzem a házzal, elmélyítettem a kapcsolatomat a házzal is, és ez a kitisztulás, az elengedés, az, hogy átgondolni, hogy mi az, ami fontos, az, hogy
az, hogy átértékelni, hogy mi az, amire, mi az, hogyan készülne fel az ember legközelebb. Szóval számtalan a lecke, számtalan a lecke. Még én nekem is építődik be. Azért érdekes ezt hallgatni, mert az ember szerintem mindannyiunk életében van ez így, még annak is, aki nem feltétlenül annyira spirituálisan gondolkodik, hogy végig gondolja, hogy igenis milyen pontok azok, ahol valamilyen megtisztulásra, vagy valamely változtatásra lenne szükség. És ugye például az én életemben egy költözés volt, most ezt ugye az oldalamon írtam is, és hogy ez is valóban mekkora elfogadást, lemondást, tisztulást hoz, az új újraépítése. Nyilván összehasonlíthatatlan egy hurikánnal, de magának a folyamatnak a tele az szerintem hasonló lehet, és hogy mekkora nagy csoda az, hogy van nekem is internet, és tudunk így beszélgetni. Tehát, hogy minden apró kis dologra oda tud az ember ilyenkor úgy figyelni jobban, talán, mint a hétköznapokban. Igen. Mert olyan evidensnek tűnik. És szerintem ettől emelkedik egy kicsit úgy az energiaszint, hogy rádöbbenünk, hogy hát igen, azért mi egy apró ember vagyunk itt ezen a hatalmas földön. Igen. Igen. Például nálunk Svájcban minden házban ilyen bunkereket építeni, vagy hát a maga tervben ott van, hogy bunkert kell építeni, nekünk is van most, ahova költöztünk, hogyha bármely háború atomtámadás lenne, egy nagyon komoly pince-szerű dolog, nagyon vastag, egy 15-20 centis ajtóval, levegőztető rendszer, minden, és mikor ide költöztünk, úgy először ránéztem, én tudtam, hogy ilyen van, de én még nem laktam ilyen házba így feltétlen, és akkor úgy hú, váó, és hogy ha történik valami. És hogy ott legyen az étel, ott legyen az ital, ott van WC, mobil WC, ágyak. És akkor jelenleg az ágyakat most ilyen kis fejszerűen ugye befőttekkel raktam tele. Ez így utólag vicces. De jó lesz, hogyha valami van, és ott lesz a befőtt. És ott a mama lekvárja, ugye? Tehát, hogy igazából ez így érdekes, de így innen nézve, hogy erről beszélgetünk, nagyon fontos ezt átgondolni, hogy valóban ez 8 főre van ez a pince, mi ugye 5-en vagyunk, tehát, hogy azért ezzel túl lehet élni nagyon sok mindent, ha Svájcba történne valami. De hát reméljük, hogy nem fog. Nem fog. De tényleg. Mindenképpen az egy tanulság, az egy óriási tanulság nekem, hogyha nem vagy felkészülve, és azt gondoljuk, hogy nem történik meg, mert velünk nem történik meg, mert látjuk filmekben, meg minden, meg megtörtént a második világháborúban, velünk nem történik meg. És most láttam azt, hogy ha nem vagy felkészülve, akkor már, amikor benne vagy, akkor késő. Mert annyira megőrülnek az emberek, hogy nincs kaja, nincs víz, nincs benzin, és az éli túl, aki előre gondolkodott, vagy aki felkészült. Igen, el tudom képzelni, micsoda ösztönös energiák jönnek ilyenkor ki emberekből, ami érthető valahol, de hát lehet, hogy ők is akkor szembesülnek vele először. Igen, és ami nagyon érdekes, amit hallok emberektől, hogy mit csinálok másképp, vagy mi az, amiben felkészülök, vagy elrakom a papírjaimat, vagy a férjemnek már megvan a listája, hogy oké, mi volt az, ami, most volt egy főpróba, mi volt az, ami nem működött, amit újra kell csinálni, amit újra kell venni. Tehát érdekes, hogy egy nagyon más pontra teszi a tudatosságunkat, mint amikor bele vagyunk a napi dolgokba, internetbe, minden másba süllyedve. Több ilyen önismereti tréningen csináltunk ilyen gyakorlatot is, ugye, hogy mit csinálnál, hogyha mondjuk fél év, megtudnád, hogy fél éved van hátra, aha, vagy éppen egy hónap múlva itt a vége. Tehát, hogy azért ezek tényleg megdolgoztatják, de tudom, ez szimuláció, de mégis megdolgoztatja az embert, pláne ha még most éles helyzet is van, akkor meg még jobban kiélesednek inkább. Úgy gondolom, úgy képzelem, hogy kiélesednek az érzékszervek jobban. Igen. Spirituálisan is, vagy jön egy intuíció, vagy jön egy gondolat, hogy most nem erre, hanem arra, mert ott fog dőlni a fa, most éppen igen, mondtam valamit. Igen, és ezt akartam mondani az előbb, amikor mondtad, hogy mi volt az a félelempont. Igen. És az a félelempont, amikor azzal szembesülni, hogy az emberek őrületével nem tudsz mit kezdeni. Tehát az okozta a legnagyobb félelmet. Nem az, hogy első darab íz, hanem az, látni azt, hogy ugye teli voltak az utak. Ugye az a gond Floridával, hogy egy hosszú állam, amiben két főút vezet le, és ugye 6 millió ember hagyta el az államot a két úton. Igen. És hiába akarsz eljutni valahova, vagy hiába vagy felkészülve, hogyha egyszer nem tudsz menni, kifogy az autódból a benzin,
ott ér el a hurikán, én ezért nem akartam elindulni, mert hogyha ott ér el a hurikán az autóba, nem tudsz mit csinálni, elsorol az áradat. Én csak a filmeken lehetett eddig látni. Igen. Így van. Tehát tényleg fantasztikus tanulságai lehetnek, így még azoknak is, akik csak innen Európából hallgatják. Nyilván ez is célja a beszélgetésnek, közben amúgy érkeznek az üzenetek, kicsit megpihenni hagylak be, megmutatom, hogy mik vannak. Jó. Olyan aranyosak vagytok, hogy néztek minket. Sziasztok, szia Éva! Annyira jó hallgatni be, a hatalmas nagy példakép vagy számomra. Köszönöm, hogy vagy nekünk. De drága vagy. Köszönjük, Éva. Mutatom tovább, itt van velünk Ági is. Remélem, jól hallotok és jól láttok, mert szeretném, hogyha jó minőségben haladna tovább az internetünk, mert hogy még nincs hurikánunk, de még az is lehet, hogy ugye az internet ingadozik. Nagyon sok minden van. Sziasztok, szép estét! Szia Timi, szia Lilian! Ja. Mondom nektek, kedves nézők, hogy kérdezhettek Beától, tehát most kezdjetek el gondolkodni, írni nekünk, még fogunk beszélgetni egy picit, van időnk, mert hát ugye a betervezett idő mindig egy picit hosszabb, és hogy tökéletes a minőség, köszönjük szépen, nagyon jó, hogy ezt írod. Kérdezzetek, ha bármi ötletetek van, vagy kérdésetek, akkor most nyugodtan itt írjátok be, és akkor mi ezt látjuk, és meg is válaszolja be a szerintem ezt nektek. Nyilván a hurikán, Irma hurikán témájában. Amúgy ez a névadás, ez, tehát minden hurikánnak megvan egy neve, ezt nyilván halljuk a hírekből. De ennek te tudod, hogy mi az eredete, vagy ez valójában így egyszerűsíti a történetet? Hogy meg tudják Mint hogyha az lett, és nem akarok biztosat mondani, mert nem vagyok biztos benne, de hogy aki ész, de nem igaz, mert van egy ABC sorrendje is. Nem tudom megmondani. Ez mert csak úgy közbe beugrott. Aki észreveszi, vagy aki meglátja, vagy ő nevezi el legalábbis. Tehát aki legelőször a formátumot megfigyeli. De azt tudom, hogy tartják az ABC sorrendet, hogy tudják, hogy hanyadik volt az évben, vagy hol tartunk. Uh-huh. És tudjuk, hogy körülbelül hány van, vagy ez aztán változó. Nyilván nem igen, tudjuk előre megmondani, hogy hány lesz. De igen, tehát az esetleg arról lehetne tudni, hogy mennyi volt ebben az évben, de nyilván, mert ugye most is például volt egyszerre három. Na, az volt a másik félelmetes dolog benne, hogy egyszerre három elég intenzív mozgott, ugye volt a Mexikóban, aztán utána elindult a Hozé, és tehát mindezek a dolgok emelték az embereknek a félelmét. Pont írták ABC sorrend, köszi Erika. Tehát valójában, ahogy érkeznek, úgy megy az ABC sorrend. Nekem volt egy nagyon jó barátnőm, régen Irmának hívták, úgyhogy nekem egész más csatolás van ehhez a névhez. De mostantól szerintem sokaknak, akik hallottak a hurikáról, az Irma névre ez is beugrik. Igen. Ez ilyen csodálatos ugye az elme, meg hát ki tudja, kinek mit hozza a tudatalattiából elő. Marika kérdezi, hogy mi a két bőrönt sorsa? Kipakoltatok, mint üdülés után? Igen, ott úgy van, hogy pakolom ki a két bőröndöt, és aztán már elő van készítve a magyarországi bőrönd, úgyhogy oda meg pakolom be. Megvannak a bőröndök, csak át kell rakni. Szuper. De azért nem mindent viszek el Magyarországra, amit egyébként megmentettem volna. Úgyhogy mennek a különböző sarkok a házba, ami még kipakolás, bepakolás. Ja, de azért ez segít, mert már volt egy szelekció azért, ugye? Igen. Igen, pontosan így van. Ez nálunk is így szokott lenni, csak én már nyaralás előtt 5 bőröndöt kipakolok, és akkor a gyerekeknek már, amikor mosok, akkor azt már elteszem, mondom, az most már tuti, benne van, kész, igen, haladhatunk, és nincs több bőrönd, mindenkinek egy, mert nem férünk el. De tényleg, hát ugye ti jössz Magyarországra, azért elős beszéljünk egy röpke pillanatra, és biztos többen vagytok, akik hallgattok minket, akik szintén ott lesztek. Igen. Október 13-ától, és én is ott leszek, úgyhogy én nekem ez lesz a kis kimenőm, a anya egyedül, útra és ismét tanul valamit, úgyhogy nagyon örülök. Next Level, ez a címe a programnak, amúgy aki ismeri be a honlapját, ez a szó, vagy a kifejezés már gyakori. Mire számíthatunk be a... Pontosan megfogalmaztad egyébként, hogy ez lesz az én időm. Tehát annyira fontos az,
nekünk nőknek különösen, mert ugye ez az állandó adunk, és odafigyelünk mindenkinek a gondjára, bajára, és kinek mire van szükségünk, és mindenkinek igent mondjunk, és közben mi pedig teljesen lemerülünk, és észre se vesszük, hogy sokszor már nincs miből adni. És ezek azok az eventek, legalábbis számomra tudom, hogy amikor én vagyok résztvevő, vagy amikor én csináltam az eddigi live eventjeimet, amikor feltöltődsz lelkileg, szellemileg, spirituálisan, testileg, és egy olyan környezetben vagy, amikor hasonló gondolkodású nők, férfiak, és hasonló célú emberek vannak, és esetleg azt tudják mondani, hogy de hát én látom, hogy mire vagy képes, én látom, hogy milyen csodálatos dolgokat tudnád csinálni, és elkezdesz hinni magadban, csak azért, mert mennyi szeretetet és mennyi önbizalmat tudsz meríteni ebből a három napból. Úgyhogy én nekem az a személyes szándékom, és az a szándékom erre, hogy mindenki a next level-re emelkedjen, úgy spirituálisan, úgy mentálisan, úgy a tudatosságában, hogy elkezdjük egy magasabb szintről megfigyelni azt, hogy kik vagyunk, hogy mire vagyunk képesek, hogy mik azok a lehetőségek, amiktől esetleg elfordulunk, vagy nem is vagyunk hajlandóak megfigyelni, mert nem hiszünk magunkba, mert nem hiszük, hogy az nekünk lehetőség. Úgyhogy erről szól a next level. Igen, és ami nekem eszembe jutott, hogy mennyire fontos lehet ez a csoporterő, mert ugye én több kurzuson részt vettem már online is, személyesen is, nálad is, és más coachoknál, tehát ahogy tanulok, és ahogy próbálom fejleszteni magamat, ugye az egyik vonala az én jövendőbeli hivatásomnak, és hogy valóban mekkora erő az, amikor találkozunk. Mert ugye itt is találkozunk, hát a csoport, amikor a online tréning van, akkor is tudunk azért, de mégis van egy energetikája, és az, hogy vadidegen emberekkel, akikről nem tudom, hogy valójában ő ki, és hogy ő mit hoz, de valójában mégis van valami közös pont. Igen. Ez a zseniális. Igen, és úgy is van felépítve az event, és egyébként is másnak az eventjén is ez a tapasztalatom, hogy olyan fantasztikus intimitás merül fel, és lehet, hogy pont azért, mert nem ismerjük egymást. Lehet, hogy könnyebb beszélni a blokkjainkról, vagy a félelmeinkről akkor, amikor nem a szomszédnak kell beszélni, hanem ez egy szelektált. Szelektált, igen. És ez az, ami a tűze a változásnak. Az, hogy már eleve egy kollektív szándék, ugye, hogy azért vagyok itt, hogy elengedjem a blokkjaimat, hogy megoldjam a dolgaimat, hogy tisztán lássam, és ez a kollektív energia, amit mondasz, valami történik. Csak azért, már akkor, amikor eldöntöd, már akkor, amikor azt mondod, hogy igen, megyek, befektetek, energiát, pénzt, ott leszek, azt mondom a családomnak, hogy ez most az én időm. Igen. Tehát felállok magamért, szabom a határokat, és ugye a másik dolog az amiről szoktam kérdéseket kapni, és én is nagyon-nagyon sokszor megéltem azt, hogy az önbizalmadat építi, mert ugye sokszor, főleg, hogyha nem ismersz senkit, ugye vannak már akik ismerik egymást, hogyha nem ismersz senkit, akkor úgy felmerül az emberbe, hogy mi lesz ott, meg hogy milyen kérdéseket kapok, meg hogy viselkedek, meg mit is vegyek föl, meg szóval a sok dolog, tartok majd tréninget róla. De ugye elkezdjük egy más szempontból kérdőjelezni magunkat, és az önbizalomnak fantasztikus, fantasztikus húzóereje van, és építőereje van az önbizalommal kapcsolatban is. És nem is beszélve, bocsánat, nem akarok közbeszólni, a kapcsolatok, amik ott szövődnek, és nekem is barátok, és accountability partnerek, és látom az én tanítványaimon, ha mondhatom így, hogy évek óta barátok, és együtt utaznak, és most már együtt mennek más eventekre, és csodálatos. Egy mondat, és utána jövök, amiket írtak a lányok. Tehát, hogy nekem például az, hogy megismerhettek olyan embert, múltkor voltam egy tréningen, és mellém ült. És nem véletlen, hogy ő ült ott. És nem véletlen, hogy azt mondta nekem, amit. És így oda néztem, és mondom, úristen, nekem ezért lehet, hogy persze a tréningért is megy az ember, meg sok mindenért, de hogy pont ő volt ott, és pont mondott valamit, ami nekem akkor ott kellett. Igen. Ezért fontos, és tök vadidegen emberek, tehát ugye nincs benned
Mondjuk én szeretem ezt, mert én nagyon szeretek ismerkedni. Nyitnom, hogy ő valóban megnyíljon, hogy adjon egy riportot, mert muszáj volt, ugye mentünk, és hát mindenféle trükkökkel, de nyilván az, hogy most itt egy olyan szándékkal megy mindenki, hogy valóban a saját szintjét megtapasztalja, és ebben lépjen, na ezt érzem zseniálisnak. És kérdezi közben tőlünk Éva, mert ő nem tud itt lenni, azt mondja, hogy szeretném megkérdezni, hogy az előadásról lesz-e élő bejelentkezés? Bea, lesz, mert ő nem jön el. Lehetséges, hogy majd lesz egy olyan momentum, de nem tervezek. Nem tervezek, mert minden energiámat és erőmet a jelenlévőkre fogok fókuszálni. Hát esetleg, ha gondoljátok, akkor utána csinálunk majd mi egy ilyen riportot megint, és akkor így beszámolhatunk róla. Igen, vagy... az mindenféleképpen jó lenne. Én nyitott vagyok erre nagyon, mert azt gondolom, nagyon sokaknak ez nagyon sok jót hozhat, ha nem tudnak ott lenni. Akkor Lilian is ír valamit, közben őt is kiteszem. A hiányérzet, amit érzek azzal kapcsolatban, hogy nem lehetek ott, remélem felemel a saját next levelemre, biztos, hogy így lesz, de gondolatban ott leszek, és kérem, hogy mi hamarabb személyesen is találkozzak veled, vagy veletek. Igen, igen, reméljük, Lilian, hogy minél hamarabb megtörténik. Így van. Számomra is például kérdéses volt, hogy el tudok-e menni. Volt bennem kételj. Aztán jött a hurikánhír. Mondom, úristen, hát én már most foglalom a repjegyet, és mi van, ha Bea meg nem tud eljönni? Van repülőjegyed? Tehát, hogy biztos, hogy ő a repülő? Biztos, hogy ott leszek, igen. Okay. És akkor utána nyilván én is lefoglaltam, meg intéztem ugye online mindent, és egy tényleg csodálatos kis helyen leszünk, ahol ezt kitaláltad. És valóban olyan távoli a zajoktól, legalábbis úgy képzelem, a várostól, a nagy nyüzsitől. Igen. Nagy része spirituális ennek a... Tehát én mindenféleképpen az a szándékom, hogy olyan résztvevőket vonzak, akiknek a spirituális next level-re lépés is fontos. És természetesen a mentális és az érzelmi dolgokra nagyon nagy a fókuszunk, de az egészet körbeöleli a spirituális fejlődés. Itt van Ági, aki tudom, hogy nálad ő régi motoros, ha nevezhetem így Ági. Ági, azonnal összehangolódtak a Dolce Vita hölgyek, ugye? Hallottam róla, hogy volt ilyen kurzus is. Igen, igen. 3 éve. Nagyon jól hangzik különben a Dolce Vita is. Igen. Ezek a beszédes szavak, vagy hogy szokták ezt mondani, amikor úgy még a hangulatot hozza. Igen, fejezi, igen. Nagyon jó. Itt van Éva írt nekünk, hogy köszöni szépen. Szuper, ha van kérdésetek, még írjatok, és aztán utána majd le is kanyarítjuk a kis beszélgetésünket Beával, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg még a hurikára visszatérve titeket mi érdekelne. Én nem voltam még soha Amerikában, és tervezzük, hogy utazunk Amerikába. Nyilván már előre, mivel a férjemmel megbeszéltük, ezért nem lesz születésnapi meglepetés számomra, de én 40 éves leszek, és én annyit kértem tőle, hogy én nem kérek semmilyen ajándékot, csak én szeretnék elmenni New Yorkba. Tehát ez is egy őrült nagy ajándék nyilván, de tervezzük majd, hogy akkor elutazunk oda. Aha. Aztán még az is lehet, hogy egyszer eljutunk Floridába is. Tehát a gyerekekkel Orlandóba, Disneylandnek. Hasonló. Hát igen, tehát ugye na, nálam például most ez a szakasz érkezett el, hogy egy kicsit őket vigyázó kezekbe adjam, nevezzem így, és én tudjak az én időmmel foglalkozni. Igen. És akkor őszintén, amikor azt mondom, akkor azt gondolom, hogy egyedül, vagy a párommal. Sőt, én nagyon szeretek egyedül is menni, volt korábban ilyen kérdés, hogy egyedül utazni, egyedül. Én nagyon szeretem ezt, mert akkor jobban tudok magamra figyelni, és sok olyan dolog jön fel bennem, ami amúgy nem jönne fel. De hát nyilván mindenki máshogy működik, tehát én ezt elfogadom. Meg amit az adott levelen éppen ugye érzékel és meg tud tenni. Igen, amire nyitott vagy, csak annyit tudsz befogadni. Így van. Meg tudod mondani, hogy körülbelül hány főre számítunk? Vagy ez még változik? Még nem tudom megmondani. Még nagyon korai. Még korai. De mindenkinek elmondom, tehát aki majd utólag nézi a riportot, hogy tehát október 12 és Magyarországon lesz. 13. Úgy, bocsánat, mert én utazok 12. Igen, 13. Én már 12. Én már parti van este. Jó, hát akkor elég fáradtak lesz. Ugye reggel kell becsekkolni, és mondtam is, hogy hát én esélytelen, hogy úgy érjek oda. Szoktam úgy utazni különben Magyarországra, hogy éjszakai alvó vonattal, és ez zseniális Zürich és Budapest között. Aha. És nagyon jól tudok aludni. Imádom. 9:40-re ér, vagy 25-re Budapest keletibe, úgyhogy
esélyem is lejutni a kezdésre, úgyhogy így előtte megyek. Közben írt nekünk Anita, meg Marika, nézem, mit írtatok. Akár csak magamat hallanám, én is 40 leszek, nekem is. Na, hát akkor össze is köthetjük az álmokat. A 40-esek. A 40-esek álma. Igen. Amúgy én nagyon várom ezt a számot, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, majd erről is lesz egy külön adás, mert szerintem ez zseniális, hogy valaki 40 éves. Igen. Óriási fordulópont. Igen. De mindenkinek mást hozhat. Elmondhatatlan mindaz, amit a Dolce Vita program adott nekem, nekünk, valóban összekovácsolódtunk mi hárman és Bea. Szuper. Ez igen, amúgy Amerikában volt kint? A Dolce Vita programnak az utolsó, a koronája egy hét itt Floridában. Úgyhogy ez egy egyéves program, tehát ez egy egyéves mastermind program, és fogunk beszélni róla az eventen, és a vége, a záró programja az itt egy hét Floridában. Azt a mindenit. Na hát ez egy elég komoly, masszív program volt. Na majd itt akkor én a lányokat megkérdezem erről. Úgyhogy lányok, írjatok majd kérlek, hogy ki lesz ott, és akkor tudunk erről beszélni. A Dolce Vita fiolják ott lesznek. Oké, akkor tudtuk. Neki. Még megmutatjuk, hogy itt van a legjobb idő, a 40 év. Na igen. Szuper, hát akkor semmi problémánk nem lehet. Így van. No hát, drága Bea, akkor azt gondolom elbúcsúzok tőled, pedig még beszélgethetnénk bőven, de lesz még több program, és több olyan téma is, amire ugye nyilván nem titok, tehát ezen az oldalon most ez az évad elindul, és egyre több olyan riport lesz, amit akár a saját magam kedvére, úgymond idézőjelben kérek föl vendégeket, hogy beszéljünk már erről, mert ez akár nekem is kérdés, és ez engem is tanít, illetve másokat is tanít, illetve majd indul ugye egy másik oldal, ahol pedig már külön a megrendelések, és úgy látom, hogy egyre több embert érdekel, hogy én neked ezt azért nagyon köszönöm, mert ugye az élőzést, amit annó a szakmámban csináltam, az egy külön dolog, de a Facebook élőzésnél az inspiráció tőled érkezett első körbe, úgyhogy ezt fejleszteném tovább, és kíváncsi vagyok, hogy a Next Level-en hogyan haladok a saját szintemen. Szuper. Én csak szeretném mindenki nevébe megköszönni azt, amit csinálsz, mert én tudom, hogy egyrészt inspirálsz másokat is arra, hogy lépjenek az álmuk felé, és hogy kilépjenek a komfortzónájukból, és kövessék az álmaikat, és mutatod az utat, hogy lehetséges három gyerekkel, hogy lehetséges, amikor külföldön élsz, úgyhogy mindenféleképpen egy óriási köszönöm. Nagyon jó, amit csinálsz. Van nagyon sok olyan bizonytalan pont is van nekem is, ami ismét kihívás, de én szeretem amúgy a kihívásokat, és aztán újra felemel a történet, úgyhogy majd erről is fogunk beszélni. Köszönjük, Lilian írja, hogy ölel bennünket, micsoda energia. Tehát ez is olyan jó érzés, igen. Úgyhogy biztos még kommentek lesznek, majd utána azokat végig is fogom nézni. Úgyhogy hát neked jó kipakolást, bepakolást, meg még ami a hurikán után jön, és nagyon szerencsés utat kívánunk. Még gyorsan elmondhatom egy pillanat, ne haragudj már, most hogy a Lilian ugye mondja, a három legfontosabb lecke. Igen. Az egyik, ugye az elengedés volt, hogy engedd el a kötődésedet, hogy mi hogy legyen, hogy a surrender, ugye, és engedd el a kötődésedet a cuccaidhoz, mert lehet, hogy azt gondolod, hogy annyira fontosabb, de amikor egy ilyen szituáció van, akkor semmi más nem fontos, csak az életed. A második az a szereted és a kötődés, és most Lilianről jutott eszembe, hogy erről mindenféleképpen beszélni akartam. Egyrészt az az óriási szeretet és törődés, amit én Magyarországról, és az itteni magyaroktól, és az itteni barátoktól, és itt a szomszédságból kaptam, hogy azért összehozta az embereket ez a hurikán. Hogy ugye ott volt a rengeteg félelem, meg stressz, meg minden, de a másik oldala az volt, hogy ezzel a feltétel nélküli szeretettel összehozta az embereket, és nekem is volt Szegedről, aki felhívott, akiről fogalmam sincs, hogy honnan tudja a telefonszámomat, hogy jó vagy, rendben vagy, imádkozunk, csoportok imádkoztak értünk. Szóval valami fantasztikus. És a harmadik, amit én magammal viszek, és mondom, hogy legyél felkészülve, hogy bármi történet, hogy ne legyél teljesen elveszve az életedből, mert akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ez velünk úgysem történik meg, akkor is megtörténhet. Úgyhogy ennyit akartam, így zárólag. Ez nagyon csodás zárszó volt. Nagyon jól le tudtuk kerekíteni, mert valóban a mai riport ugye tényleg erről szólt,
hogy ennek a tanúságait, hogy neked mit adott, ugye ezt írtam ki címnek is, ez a hurikán, mert adhatott volna mást is, vagy máshogy is megélhetted volna. Nyilván vannak mások, akik máshogy fogták föl, de én biztos vagyok benne, hogyha te nem lettél volna most kint, vagy mi nem ismerjük egymást, akkor ez a hurikán nekem így elment volna a fülem mellett, lehet a híre. Tehát nyilván, amúgy én őszintén én nem nézek itt híreket, ugye interneten tudok, magyarul szoktam nézegetni, de mióta nem híradózok, őszintén szóval nem esik olyan jó híreket nézni, főleg rossz híreket, tehát most már én a jó híreket szeretem nézni is, meg mondani is. Igen. Hogy már nem szeretném, úgyhogy ez egy döntés volt, és valójában szerintem jó döntés. Úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer, és ezt vissza lehet nézni, ezt a videót, lányok, meg írjatok hozzá, meg még kitalálunk akármilyen, még rovatot is nyitunk beával, hogyha arról van szó, hogyha ez tetszik nektek. És akkor tényleg mi találkozunk, a többiek, akik nézik pedig, hát nézzék a solyabel.hu-n, vagy a Facebookon, ugye mert téged meg lehet találni nagyon sok helyen élőben. Nextlevellife.hu-n van regisztráció. Az meg ugye a mostani program, így van. Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt, aki nyitott erre, és aki kíváncsi, és azt téged biztos, hogy meg fog találni ezek után. Szuper! Köszönöm szépen, hogy itt van. Nálatok, mi most már megyünk alukálni. Igen. Úgyhogy találkozunk majd be a... Köszönöm szépen! Puszilag! Sziasztok! Szia, szia! Kedves nézőim, nektek pedig nagyon jó éjszakát kívánok, és nagyon köszönöm, hogy így velem tartottatok. Volt, hogy 42-en is, úgyhogy nagyon örültem neki. Egyre többen láttátok az első, úgymond évadnyitó adást, ezt most nyilván ilyen tévés szlogennel mondva. De tényleg nagyon fontos volt nekem, mert hogy hosszú nyár költözés és sok-sok tortúra után újra összeállt itt a kis stúdió, és nagyon sok ötletem van, úgyhogy nagyon örülök, hogyha ismét velem tartotok, és kiírom az e-mail címemet ugye újra, megtaláltok itt a Facebookon, föl fognak kerülni a YouTube-ra is a videók, meg nyilván, hogyha szét megosztátok, ezt kiírtam többször, akkor nagyon örülnék, hogyha eljutna még több helyre szerte a világon, mert én szerintem ez nagyon sokakat érdekel. Köszönöm szépen, Lilian. De aranyos vagy, hálás vagyok neked. Erika, nem tudom, hogy ezt a kérdést erre szántad-e, megkérdezhetem, hogy ki vagy. Bocsi. Kérlek, írd meg, hogy mire gondolsz, jó? Köszönöm szépen, lányok, ezt azért megmutatom még. Köszönöm szépen, szia Kriszta, régi ismerős Magyarországról, puszillak, és hogyha van időd, akkor gyere ki hozzánk Svájcba, ez csak egy kis privát üzenet. Szeretettel várunk. Hogy én ki vagyok, akkor ide vonatkozott a kérdés, hát nagyon szívesen elmondom, biztos te akkor először látsz engem, ebben a minőségben. Jelenleg ugye Svájcban élek, és 3 gyermeket nevelek, ez a fő munkám, és mivel televíziós riporter vagyok, voltam múlt időben, mert most már a gyerekek mellett nem dolgoztam, ezért most tervezem újra a hivatásomat, és ezt a riporteri szakmát egy picit a coach szakmával próbálom vegyíteni, és online munkakört próbálok kialakítani itt a gyermekek mellett, ami nem könnyű feladat, hozzáteszem, úgyhogy nagyon sok képzés, hogy hogyan tudom ezeket megoldani, de látogassatok el a Rendezvous magaddal oldalra, és ott rengeteg riport van. Fenn vannak visszamenőleg az összes, szól egy kicsit rólam, szól a riport alanyaimról, arról szól, hogy én hogyan haladok ezen az úton, hogy 3 gyermekkel hogyan tud egy nő a női szerepeiben akár egyensúlyt találni, és még nagyon sok ilyen téma van. Én Svájcban élek, látom, hogy azt írod, hogy te nem élsz Magyarországon. Én pont ezért tartom csodálatosnak ezt az online világot, mert hogy itt határtalan minden. Tehát hála az internetnek, bárhova eljuthatunk a világon, és akár egy ilyen műsor is. És én nagyon hiszek abba, hogyha nagyon sok jó ember, pozitív gondolat összetalálkozik, akkor az nagyon jóra vezet.
És a fő témakör nyilván onnan is indult ki, maga az anya, a család, a nő témaköre, és ez bővül, ez tágul ki. Tehát most már több mint egy fél éve legalább zajlik ez az új kezdeményezés, és nyilvánvaló, hogy vannak pontok, ahol még gyenge lábakon áll, de pont ez a lényeg, ezért próbálok tanulni, ezért próbálom akár Bea is, nem is tudom már melyik hónapban találkoztunk, de talán télen először tavaly, amikor tartott egy online kurzust is az élőzésről. Ugye a televíziózás, az élő riporterkedés Magyarországon, a tényeket tudósítottam, az megint egy másik fajta munka. Ahogy mondtam is, már a rossz híreket nem szeretném mondani. Én nagyon szeretném az olyan jó híreket és az olyan építő híreket elmondani, amik eljutnak olyan emberekhez, akiknek erre valóban szüksége van, és elindítanak esetleg gondolatokat. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy néztek és hallgattok engem. Közben mutatom is, hogy miket írtok. Nagyon jól esik, hogy ezt írjátok. És annál is inkább fontos ez nekem, mert akár hiszitek, akár nem, még annak is, aki nagyon sokat szerepelt kamera előtt, vagy nagyon sokat élőztem, sőt, én az élőket szeretem igazán, mert akkor lehet igazán egyfajta belső erővel, azzal az adrenalinnal dolgozni, ami annak a varázsa, hogy élőzünk. Ezzel szeretnék dolgozni, és bizony-bizony még vannak nyilván olyan pontok, amikor még én is azt mondom, hogy hoppá, és akkor most mi következik. De hozzáteszem, hogy az ilyen riportok, amiket én készítek, ezekben nem készítek előre egy nagy tervet. Tehát itt nálam most nincs olyan tervem, hogy Beával mit fogunk beszélni. Volt egy-két fő momentum, illetve nyilván most ennek okán el tudom mondani, ha még néztek, hogy ketté fog válni az oldal, lesz a Rendezvú Magaddal oldal, és lesz a Report Rendezvú oldal, ahova viszont már olyan megrendelések érkezhetnek, ami a te szakmád, a te hivatásod, a te életed. Most nemrég beszéltem amúgy egy gyertyakészítő, gyertyafaragó kézműves lánnyal, és hogy az is milyen érdekes tud lenni, hogy hogyan születik meg egy ilyen csodálatos gyertya. Tehát egész egyszerű dolgokra gondoljatok, nem kell itt nagy dolgokra. Vagy készítek reklámfilmeket is például, nem sokára megyek egy fodrászatba, voltam egy masszázsszalomba. És a Facebook, illetve az internet, ez pont erről fog szólni, hogy a te terméked, a te céged, de mindezt egy elegáns emberi kivitelben. Úgyhogy nagyon sok tervem van, remélem, hogy velem tartotok, úgyhogy ha tetszett, akkor kövessétek az oldalt, és nézzetek meg a Report Rendezvút is, az újonnan fog indulni, írjatok nekem, ha van ötletetek, megmutatom megint az e-mail címemet. Közben olvasom, amiket írtok, nagyon szuper. Erika, 11 évig éltél ott, na hát akkor te biztos tudsz róla mesélni. Szuper. Én nagyon vágyom oda valamiért, nem tudom, hogy miért, majd hogyha eljutok, akkor elmondom nektek, hogy mi az, amit én ott kaptam, vagy mi az, amiért én oda megyek. Amúgy egy picit beteg vagyok, azért már lehet hallani is a hangomon, hogy nehezen beszélek. De ez nem akadály jelenleg. Tehát, hogyha tetszett nektek, akkor kérlek, osszátok meg, és búcsúzom most tőletek, mert már lassan egy óra eltelt, igen, egy picit el is fáradtam, és még rám várnak a teendők, igaz, a három gyerekből kettő alszik, ami nagyon-nagyon jó arány, így mielőtt az adást elkezdtük már, úgyhogy szuper, de szerencsére itt van az anyukám, illetve a férjem, akik segítenek nekem, és ez meg a másik, hogy tudni kell segítséget is kérni, hogyha olyan helyzetek vannak, amiben nyilván úgy nem tudnék élő riportot készíteni feltétlenül, hogy mind a három gyermek itt körülöttem beszélget. Megpróbáltuk már, meg voltak ilyen apró szösszeretek, de ez nyilván nem erről szól, főleg a vendégem tisztelete miatt is, hogy ő ráfigyelek csak, és megpróbálom a lehető legjobban átbeszélni, megbeszélni az ő kis témáját. Úgyhogy jó éjszakát kívánok nektek, és tartsatok velünk legközelebb is, ki lesz minden írva, lesz meghívó, ezzel a programmal nagyon zseniálisan lehet küldeni mindenkinek, úgyhogy aki szeretné, az egy emlékeztetőt kér, és még a rendszer emlékezteti is, hogy valamit meg szeretne nézni a Facebookon. Köszönöm szépen, sziasztok!